Korongvadászat egy marsbéli tájon. Azt hiszed, lehetetlen? Pedig kipróbálhatod már itt a Földön is. Magyarországi Vadászlövészek Egylete és a Vérteserdő Zrt. Közreműködésével Gánt és Csákvár határában rendezték meg a 45. FITASC Sporting Korongvadász Világbajnokságot július 13-a és 16-a között. A helyszínre érkező mintegy 1100 versenyző master, junior, veterán, senior, lady és open kategóriákban egyéni és csapatszinten is összemérhette tehetségét. A megnyitó előtti gyakorló napokon a lövők már elkezdhették a ráhangolódást a hamarosan induló versenyre. Az esemény egyik különlegességét maga a helyszín és a lőállások kialakítása adta, mely Jéri Tamás pályaállító által születhetett meg. A pályák kialakítása az nagyon-nagyon nehéz volt itt a gánti bauxitbányában, hiszen infrastruktúra az igazából nincsen, tehát mindent az erdészet munkatársai építettek, az összes utat, illetve rengeteg helyre nem tudtunk autóval oda menni, hogy a gépeket, illetve a korongokat oda készítsük, tehát ez egy hatalmas munka volt, ez több mint 100 embernek a másfél kéthetes munkája, amit most itt látunk. Én európai és világbajnok vagyok ebbe a sportba. Én most lemondtam arról, hogy én most lőhessek azért, hogy az 1100 ember itt jól érezzem a magát, de ezt előre eldöntöttem és előre is úgy gondoltam, hogy ha kicsit is sajnálnám, hogy nem lőhetek, akkor nem ezt kell csináljam. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben lőttem, most egy ilyet beállítottam, aztán lehet, hogy megint 10 évig lőni fogok és utána állítok be egyet újra, de nekem ez most így boldog vagyok. A kedvenc pályám az, amin most vagyunk, a Krikov pálya. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legváltozatosabb, a tekintetben, hogy kell a lábunk alá is negatív szögbe is lőni, illetve a fejünk fölé is nagyon magas szögekbe lőni, illetve a távolságok és a sebessége a korongoknak nagyon különböző, és ez teszi őt igazán különlegessé és nehézé. A világbajnokság megnyitó rendezvényére a felcsúti Pancsó arénában került sor. A versenybírók felsorakoztak. A nézők elfoglalták helyüket, így elérkezett a pillanat. Következhetett a 43 nemzet koronglövőinek ünnepi bevonulása. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves versenyzők! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyarországi Vadászlövészek Egyletének nevében a 45. FITASC Sporting Világbajnokság megnyitóján. Versenyünkre 43 nemzet több mint 1000 lövésze nevezett, ami egyrészt mutatja a sporting lövészet népszerűségét a nem olimpiai versenyszámok között, és biztosítja a versenyzőknek a magas színvonalú, izgalmas megmérettetést. Szeretném megosztani önökkel, hogy mennyire nagy szeretettel készültünk és vártuk önöket, hogy megtettünk minden tőlünk telhetőt, és a legnagyobb gonddal és odafigyeléssel készítettük elő ezt a rendezvényt. Bízom benne, hogy jó emlékekkel térnek majd vissza otthonukba, és abban is bízom, hogy magukkal viszik a vértesi erdő természeti szépségét, az itt élő emberek vendégszeretetét, és persze a csillogóbbnál csillogóbb világbajnoki érmeket, trófeákat. Az állami erdőgazdaságok sokat tesznek a magyar lövészsport fejlesztéséért, minden évben több száz résztvevőt mozgató kupasorozatot szerveznek. A korongvadászat különleges helyet foglal el az erdei sportok sorában. Magyarországon is egyre népszerűbb, ezt mutatják az elmúlt időszakban a magyar versenyzők által elért eredmények. Köszönjük a FITASC ismételt bizalmát, hogy a korongvadász világbajnokságnak is ismét Magyarország lehet a házigazdája. For the third time, a World Sporting Championship is organized in Hungary. This 45th World Sporting Championship
will be a major event in the heart of the wonderful Gánt territory, gathering with 1,082 participants from 43 countries. All shooters widely appreciate the traditional warm Hungarian welcome, and the successful participation in this World Championship is a result of years of work which have made Hungary one of the world leaders in sport shooting. Köszönöm szépen! Thank you very much! Jéri Tamás pályaállító számára a FITASC elnöke átadta a szervezet pályatervezői oklevelét, ezzel ismerve el Tamás kitűnő munkáját. Én úgy gondolom, hogy a sport teljesítmény, illetve a sport tevékenységek kapcsán egy teljesen más szintet láthatunk, mint amit egy átlag fegyverforgató, egy átlag fegyverkezelő ember meg tud mutatni, vagy fel tud csillantani. Ezek már más dimenziók. Itt igazából nem csak a biztonságos fegyverkezelés, hanem a stílus, a vonalvezetés, és egyáltalán magának a sörétes fegyvernek a kezelése, ez egy teljesen más dimenziót jelent, mint mondjuk egy átlagos felhasználó vonatkozásában. A megnyitó esemény ünnepi hangulatát tovább fokozták a helyszínen fellépő neves művészek. Legyen szó akár a táncművészetről, akár a zenéről, vagy éppen a festészetről. Ez utóbbi kettő szorosan ki is egészítette egymást. Prihoda Judit festőművész és Kajamár előadó művész közös performanszában. Nagyon jó érzés igazából egy ilyen gyönyörű helyen dolgozni, és itt meg kell említenem a zenei kísérletet is, külön erre az alkalomra egy zeneszerző barátunk megalkotott nekünk egy 23 perces zenét. Gyakorlatilag hallom a zenét, és teljesen kikapcsolom a külvilágot, és a rajzra koncentrálok. A zene és a festészet, ez a két dolog, ez szerintem annyira nemzetközi, hogy ehhez nem kell a nyelv. Az alkotás ezen része azért fontos, mert a Judit alá megfelelő támpontot, támaszt, nyugalmat kell sugározzak, azért, hogy azt a művészetet ő is meg tudja csinálni, ami az ő feladatköre, illetve én igazából nem vagyok annyira a reflektorfényben, mint ő, de mégis valahol fontos. Úgyhogy ezért csapatmunka. Elérkezett a pillanat. Megkezdődött a 45. FITASC Sporting Korongvadász világbajnokság. A hatalmas szervezői munkának köszönhetően a versenyzők a 8 különböző pályát kényelmes formában mikrobuszokkal közelíthették meg. A fa aprítékkal felszórt ösvényeket használva juthattak el a különféle lőállásokhoz. Korongok a gépben, a fegyverek betöltve indulhatott a verseny. It's a fantastic one, one of the best we have in the history of our organization from 100 years. It's a full pleasure to be in Hungary. The Hungarian team support our sport, and the federation, the forestry people, the government, and we are all over the world, you know, we cover all competition in the world. But for the shooters coming in Hungary, it's always a priority. My name is Palinkas, so I have something to do with Hungary. 50% of my blood is Hungarian. For me, it's always a fantastic memory of my family to come here. And the friendship with the Hungarian people is very specific. It's a model for many populations in the world. A beautiful, big event
Sensational. Amazing place, amazing amazing stations, amazing trap position, amazing targets, everything beautiful. Én úgy gondolom, hogy egy páratlan adottságú helyen vagyunk, ahol nagy szerencsénkre sikerült itt a házigazda Vérteserdővel megszervezni ezt a világbajnokságot. Talán a nemzetközi közönség is azt láthatja, illetve hallom vissza több országtól, hogy ilyen adottságú területen még ilyen versenyen nem tudtak részt venni korábban. Minden korong, amit itt lőni kell, az mind-mind különböző, és nagyon nehéz rá készülni. Olyan korongokat is dobnak itt ezen a terepen, amilyet máshol talán nem is otthon nem is tudna fölkészülni az ember. De hát nyilván lehetőségeinkhez mérten itthon is gyakran látogatjuk a lőtereket, sokszor edzünk különböző korongokra, illetve hát itt a versenyt megelőző három napon az edzőpályákon 72 korongdobó géppel másfél kilométer hosszú pályán lehetett három napon keresztül edzeni. Én azt mondom, hogy aki itt van ma, és ebben a négy napban, vagy egy hétben esetleg általában egy hétre jönnek a lövők, ebben az 1000 emberben mindenki maximális elégedettséggel fog hazamenni. Eddig úgy néz ki, hogy minden tökéletesen meg vannak elégedve. A közösség, a környezet, a szépsége, mindennek, a barátok, a nem látok problémát, hogy emberek mondanák, hogy egy nem jó, az nem jó. Tehát mindenki tökéletesen mosolyog és meg van elégedve. Úgyhogy innentől kezdve az eredmény az számomra már mellékes, csak időtöltés. It's great. It's very challenging, and targets have been wonderful. Great terrain to shoot in. Nice people. I've been shooting for 22 years, for a long time. I aim to win. Dörrentek a fegyverek, hasadtak a korongok, vagyis a verseny lendületesen zajlott. Mindez annak fényében igencsak nagy elismerést keltő, hogy a 2023-as esztendő talán legforróbb napjait élték át a versenyzők eme marsot idéző vöröses tájon. Nekem, aki inkább a hűvös időjárást kedveli, nagyon nehéz, főleg, hogy sok minden másra is kell egyszerre koncentrálni. Itt szerencséjük van azoknak a nemzeteknek, akik olyan éghajlatról érkeztek, ahol egyébként is nagyon meleg van. Én a 2000-es évek elején kezdtem el lőni, évről évre több versenyen vettem részt, és azt gondolom, hogy hatalmasat fejlődtünk, mind technikailag, mind lőtereinket tekintve egyre jobb, egyre magasabban kvalifikált lőtereink vannak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk. This championship is beautiful. We've never been to Hungary and this is a very new experience for us, but this is very beautiful. The targets are great, the people are great. It's been wonderful. Well, I fell in love with it when I was 8 years old, so I'm 20 now, so this is my 12th year, but it just fell in love with me and I fell in love with it. It just happened as it went, yes ma'am. I'd like to be the ladies champion. Az embert próbáló teljesítmények mellett persze szükség volt egy kis szusszanásra is. A rendezvény helyszínének úgynevezett sportfalu részén a versenyzők feltöltődhettek, így a jó hangulat nem csak a lőállásokban lehetett jelen. Itt kérdeztük az esemény házigazdáit a világbajnokság eddigi alakulásáról, valamint a szervezésről. Tudtuk azt, hogy az előző Európa-bajnokság után egy magasra tett lécet kellene megugornunk, hogy még egy kicsit többet nyújtanunk a hozzánk látogatóknak. Azt gondolom, hogy ez világon is egyedülálló, ahol ezt a versenyt sikerült megrendeznünk, és bízok benne, hogy a személyzetünk az kitart,
és ők is büszkék lesznek a végén ennek a rendezvénynek a sikerére. Én azt gondolom, hogy az előzmények azok, amik meghatározták ennek a sikerét. Ez a harmadik, amit rendeztünk, tehát nagyon sok minden rutin. Természetesen adaptáltuk az új helyszínekhez. Én úgy gondolom, hogy valamennyi kollégámnak borzalmas munkája van ebben a történetben. Nem szeretnék időt mondani, fél évben is az beletelt, mire ideig eljutottunk. A tikkasztó hőmérséklet szakadatlanul kitartott. Így a folytatásban is ugyanarra az ember feletti erőre volt szüksége a bajnokság résztvevőinek. A versenyző kitartása és koncentráló képessége a forróság okán sem lankadt. Így továbbra is rendületlenül hasadtak a korongok a különféle pályákon. A lövők legtöbbjének ez nem csupán egy sport, hanem élethivatás is, melyet fiatal koruk óta művelnek. 1995-ben kezdtem el a háromtusával, ott elég jó eredményeket értem el, a legjobb a vadász háromtusában. 74 lövésből meglőttem mind a 75 korongot. 2016-17-ben kezdtem el, akkor már a háromtusa nem működött, akkor már a kompakt sporting és a korongvadászat volt. Utána 2020-ban Esztergomban megrendezték a Helis Európa bajnokságot. Most volt májusban Cipruson Európa bajnokságot, pedig a magyar csapattal lettünk másodikok, a felnőtt csapattal. Úgyhogy igazából magyar eredményeim is azért van egy pár, de ezek voltak úgy a nagyobbak, amik igazából ezeket jó volt elérni. Ez egy elég nehéz verseny, de ettől nagyon sok könnyebbséget nem lehetett várni, mert ez világbajnokság. Hát ugye több mint 1000 lövő a világ minden tájáról eljött, ez nem lehet egy ilyen sörkupa, meg vadásztársasági házi verseny. Ez egy nagyon magas színvonalú. Én életem legjobbját most meglőtem. Kezdőkoromban nem lőttem ilyen keveset. Lőttem 12-25-ből, aztán majdnem kevesebbet is, 13-at, a legjobban 19. Tehát ez bőven mutatja a pályának a színvonalát. Olyan korongok vannak, hogy sehol nem lát az ember ilyen korongot, de hát örülünk neki, hogy van. Nagyon-nagyon nagyot fejlődött a magyar lősport. Hát itt van ugye több világbajnokunk van, Európa bajnokunk van, hál' Istennek. Nagyon sok fiatal, jó tehetség van ebbe, hál' Istennek. Az egy csodálatos dolog, mikor nekem többször eljátszották a himnuszt. Sírófokat. Így. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én soha nem szoktam másra versenyezni, mindig a korongokkal és magammal. És a végén megmondják, hogy ez mire volt elég. Ilyen terepviszonyok között szinte csak korong méretből lehet távolságot becsülni. És a nagy nehezen az ember megbecsülte a távolságot, és tudjuk, hogy kell neki nem egy korongnak 7-6-7-8 métert elélőni. Nem lehet rálőni a pályájára, mert kifordul belőle. Ez egy nagyon-nagyon kemény mentális sport. Nyilván az egész a szemkoordinációs készségből adódik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény mentális erő kell hozzá. Hát meg sokat kell gyakorolni. Azt gondolom, hogy a junioroknak, a kezdőknek az alapokat nagyon sokat kell gyakorolni, hogy azok jól berögződjenek, jól megérezzék a szögeket, a távolságokat, a korongtípusokat. Nagyon-nagyon-nagyon szép dolog juniornak lenni, és mindenkinek azt kívánom, hogy érje el az álmait, a céljait, és ezt tegyen is érte. Well, first off, I love this game. I was born into this sport. I've played since I was a small boy. It's given me the opportunity to travel the world and make lifelong friends all over the globe. The game is great, but the most amazing thing is the people. This is my fourth time in Hungary in 8 years. This is one of the most beautiful countries, one of my favorite countries to come to. Thomas Jerry did a fantastic job setting world-class targets in just a world-class venue. The mountains, the undulation, the birds off of cliffs at
at 100 yards, coming down cliffs. It was truly a magical championship. Hungary has wonderful people. It's so nice. It's so clean and beautiful. Budapest has been a wonderful city to be a tourist in. So for me, I'm very much ready to go home. I'm missing my family. I've been away from for 3 weeks, but it's sad to leave Hungary. I cannot wait to return. A résztvevők között bár versengés zajlott, de ez nem jelentett rivalizálást. Így a hangulat is kifejezetten baráti volt a versenytársak között. A verseny hangulat az mindig, pláne 1000 résztvevő esetén egy kiváló, ez egy nagy család. 4 nap harca az összekovácsolja a barátokká a rotte társakat, tehát itt 6 ember, vagy hát 5 rajtam kívül 5 ember voltam, vagy 5 ember volt a rottéba rajtam kívül, egyet ismertem ezek közül a fiúk közül, és hát azért a 4 nap öröme és bánata az összehoz minket. Az 1086 versenyző között folyó küzdelem lassan a végéhez közeledett. A résztvevők elégedettsége a helyszín és a szervezés színvonalát is jól kifejezte. The week's been fantastic. The competition is absolutely awesome. The work that's gone into it, there's weeks of work and organisation gone into that championship. No, it's fantastic. Definitely a world-class competition. The targets, yeah, been second to none. Fantastic. Think it's just been a marathon from start to finish, but it's been a fantastic competition. Bár a végső sorrend egyre inkább látszott, a dobogós helyek sorsa viszont közel sem volt annyira egyértelmű. Így a szétlövések izgalmas küzdelmei döntötték el a holt versenyeket. A veteránok között az amerikai Mark Typeton a harmadik, Michael Harding, brit lövő pedig a második helyet szerezte meg. Well, last year I won it. So I was leading for 2 days and I thought we got it, but the heat in the competition wears you down. And we was out there one day for 6 hours to shoot 50 birds. And in the heat you tend to lose your concentration and you just deflate a bit. And then away the clays go. But I've done a good job. I've got a silver at a world championship in the veterans. What's better than that? And also I represented Great Britain in the gold in the veterans team, and we've won gold. To come away from a world championship with 2 medals is fantastic. Az Open kategóriában a harmadik helyért ment a küzdelem. 3 versenyző között, akik egységesen 182 ponton álltak. A francia Christophe Auré, a brit Phil Gray és az amerikai Nicholas Berry mérkőzött meg egymással. Végül ez utóbbi, vagyis Nicholas Berry futott be győztesként a bronzérmes helyre. I was against 2 huge champions. You know, these guys have done that for years and they're incredible champions. You know, I look up to them, to be honest. And we went through peg 1 and 2, we were pretty much going back and forth. And then I was lucky to start that last peg, missed 1 bird, but then I was last on the pairs. And when I saw, you know, that they missed quite a few and I knew what I wanted to do, I saw where everybody, including me, were missing the B bird. And so I just did it. And very happy with it. The targets were phenomenal this week. Great show, showing off, you know, what sporting clays and FITASC should be. So congrats to the Hungarian Federation, the FITASC Federation, and Jerry Tamás for an awesome job. There was a bit of suspense when I talked to you earlier. Now we finally got the result and I need to get changed and try to jump on that podium. Véget értek a küzdelmek, a lőállások elcsendesedtek, már csak az ünnepélyes záró esemény maradt hátra. A közel 1100 versenyző az eltelt napok alatt kihozta magából a maximumot. Egy hangulatos és egyben perzselő hőmérsékletű, mozgalmas megmérettetésen vannak túl. Kialakult a végleges sorrend. Csapatszinten az amerikai lövők lettek az elsők, egyéniben pedig brit győzelem született.
Az Open kategória aranyérmese George Digweed lett, aki 186 pontot ért el. Tamasho was such a very good shoot. We shot at Jering earlier in the year and he set some very good targets. My timing has been good coming into the week, so I was quite confident. I didn't have a very good first day and I was 88th after the first day, so I always knew it was going to be an uphill battle. But I think that's something when you get to, shall we say, an experience level, it's the fight within the fight that is probably what makes you the person you are. So I was very happy to shoot well on days two and three, which pulled me back into it. And then on the last day, anything can happen, it's only yours to lose. Egy eredményes és egyben jó hangulatú világbajnokságon vagyunk túl. A versenyzők elégedettsége bizonyítja, hogy színvonalas rendezvényt hoztak össze a szervezők. Az itt megtapasztalt élményekkel a résztvevők tovább viszik a magyar lősport események jó hírét. Szerte a világban!